Ezzel a trükkel érd el a céljaidat. Nekem most jelenleg a legnagyobb célom az, hogy elkészítsem a következő játékfilmem, ami egy nagyon-nagyon nagy cél, és tudom azt legbelül, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném, ugyanakkor nyilván van bennem egy kis félelem is, csomó icipici dologgal kapcsolatban, meg kicsit nagyobb dologgal kapcsolatban is, és itt egy olyan egyszerű technikát használtam, amiről már esett szó egyéb videókban is, ez pedig a számunkérés. Magyarán alkotok gyakorlatilag egy kényszerhelyzetet, amiből nem tudok menekülni, és ezért muszáj vagy végig vinni az eredeti tervemet. Ez most jelenleg az, hogy szimplán arról, hogy én akarok csinálni egy filmet, mindenkinek beszélek hónapok óta. Személyesen is, posztokban kommunikálok erről, podcast részben említettem, csinálom ezeket a videókat, és rengeteg-rengeteg ember úgy tudja, gyakorlatilag nincs körülöttem olyan ember, aki ezt nem tudná, hogy én most dolgozom a következő filmemen, és jövőre lesz valami. Nyilván én tudom legbelül, hogy én ezt nagyon szeretném, ugyanakkor az érzéseim többször lelkileg, meg szakmailag is ez egy hatalmas nagy kihívás, és nyilván félek, hogy úristen, mi lesz, meg mi lesz, ha ez lesz, mi lesz, ha az lesz, meg mit fog mondani ő, meg mit fog mondani ő, de az az igazság, hogy ez teljesen mindegy, mert benne vagyok ebben a kényszerhelyzetben, hogy én megígértem valamit, hogy meg fogok csinálni, és ha én ezt nem teljesítem, az borzasztóan gáz. Nyilván ezt nem szeretném, szóval végig fogom vinni, bármennyire is kemény meló legyen, és ajánlom ezt neked is, ugyanis nagyon sokszor azt, hogy mire vagy képes, csak akkor tudod, meg igazán akkor jössz rá, hogyha kényszerhelyzetben vagy, ahol nincs menekvés, mert ha magadtól csinálsz valamit, csak úgy, mert úgy de jó lenne, akkor valószínűleg nem fogod végigcsinálni ezt a elég nehéz és hosszú és bonyolult folyamatot. Szóval ha szeretnétek ti is tényleg elérni a céljaitokat, tudom ajánlani ezt a technikát.